Kedves testvérek, Krisztusban, mindenütt a nagyvilágban, akik hallottok benneteket, Sajó gömörből jelentkezünk, ebből a gyönyörű kis gömöri faluból, annak még gyönyörűbb evangélikus templomából, azért, hogy elmondhassuk adventi üzenetünket, és ezzel vigasztaljunk benneteket ebben a világban, ebben az időszakban. Nagy szeretettel gondolunk rátok, és engedjétek meg, hogy elolvassam az igét, amely előírva van erre a vasárnapra, az öröm vasárnapjára. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általa. Kedves testvérek, nagy dolog ez. Nagy dolog, hogy amikor eljön advent, amikor egyre nagyobb a sötétség, akkor a mi szívünk az kész arra, hogy befogadja az Urat. A mi szívünk az egyre érzékenyebb. Érzékenyen figyeli a fényt, hogy vajon megjelenik-e az égen, és az Úr pedig készül és jön. Nem kérdez bennünket, hogy jöhet-e. Mi pedig készülődnénk, talán botladozunk, elbukunk, úgy, mint ahogy az év minden napján, adventben is sok mindent megfogadunk, hogy kitisztítjuk a lelkünket, de nem mindig sikerül ez nekünk minden nap. És mindig újra kezdjük. De az, hogy ezt megadja, ezt a kegyelmet nekünk az Úr, hogy odafigyeljünk, odafigyelhetünk. Hogy úgy, mint ahogy a bölcsek és a pásztoroknak is megadta azt a kegyelmet, hogy megkaphatták a jelet Jézus születéséről, mi is megkapjuk a jelet, hogy jön az Úr. Nyissuk ki a szívünket, vegyük észre a fényt, mert ez az, ami nekünk egy egész évre és egy egész életre megadatott. Ez a kegyelem, ez a hit, a remény, az öröm és a szeretet. Ez az advent. Nyissuk ki a szívünket, és legyünk készen, amikor megérkezik az Úr. És az Úr Jézus meg fog érkezni. Ezért úgy, ahogy a pásztorok, amikor készültek arra, hogy elmondják a köszöntésüket, nem mindegyik akart menni. Gömörben itt ennek nagy hagyományai vannak. Nem mindegyik akart meghajolni az Úr előtt. De amikor oda kellett menni,
akkor kirázták az összes tetyűt és bolhát, kirázták az összes gonoszságot és rosszaságot, és csak úgy tették le magukat az Úr Jézus elé, az ő nekiket, az imádságukat. Ezért most azt kívánom mindenkinek, hogy rázza ki magából a sok tetyűt és a bolhát, gonoszságot, és adja meg az Úr, hogy a vírust is rázza ki mindenkinek a bánatából. Jöjjön el az Úr, és áldjon meg minket az Isten. Amen. Erős vára, mi Istenünk! Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy én pedig néhány szóval beszámoljak arról, hogy hogyan is történt az ezévi szolgálatunk ebben a történelmi és nehéz esztendőben. Ugye, ahogy mindjárt tudjátok, a vírus járvány miatt ugye nagyon sok istentisztelet el is maradt a szigorú intézkedések következtében, és a másik nagyon szomorú dolog, ami érintett minket itt a Felvidéken, hogy a magyarországi lelkésztestvéreink, akik eddig szolgáltak nálunk, sajnos nem jöhettek a határzár miatt, úgyhogy a szolgálat javarésze ránk, felvidéki magyarokra hárult. De mégsem maradtunk egyedül, jó Isten segítségével és a testvérgyülekezeteink segítségével, valamint az itt szolgáló magyarországi lelkészek segítségével online tartottuk a kapcsolatot velük. Gyakran hétvégéken, vasárnaponként is megkaptuk Bálintné Vársányi Vilma, Ferenci Erzsike vagy Pető Judit egy-egy prédikációját, és azt elolvastuk a templomáinkban. Ezzel is erősítettük a híveket, hogy ne keseredjünk el annak ellenére, hogy ilyen év van lassacskán mögöttünk. Imádságban fordulunk hozzátok, és kérünk titeket, hogy imádkozzatok továbbra is értünk, és mi is megteszünk mindent azért, hogy folytathassuk a szolgálatunkat itt a Felvidéken. Köszönjük szépen, erős várom Isten. És akkor, kedves testvérek, mondjuk el kedves imádságokat, amit az Úrtól tanultunk. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a földben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Yeah.